Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a hangos, a gyári hangos V43-ast fogom összehasonlítani a Digitools hangos mozdonyával. Kaptam kölcsönbe egy gyári hangos CV-t, ami nemrég jelent ugye meg a boltokba. Arra voltam kíváncsi, arra vagyok kíváncsi, hogy mennyiben különbözik a gyári hanganyag a Digitools-nak a hanganyagától, illetve hogy mennyire állja meg a helyét a hazai gyártó dekódere egy gyári, nagy gyártó dekóderével szemben. Tartsatok velem a videóba, és nézzük meg, illetve hallgassuk meg azt, hogy szólnak a mozdonyok. És itt is van a két mozdonyunk, elől a Pico, hátul pedig a Digitools hanggal ellátott jármű. Nézzük is meg először, hogy milyenek az állóhelyzeti hangok, aztán pedig a menethangok. És most nézzük a menethangjait a két külön mozdonynak, itt is először a Pico, aztán pedig a Digitools fog szólni. Különböző sebességeken is kipróbálom a mozdonyt, illetve az elindulás és a megállás is be lesz mutatva.
pár szó a Pico dekóderéről. Ez a Smart Decoder, ami benne van, 12 bites hanganyaggal rendelkezik, és 8 percnyi hang fér rá a gyártó leírása szerint. A decoder programozásánál én arra lettem figyelmes, hogy ugyan az alapfunkciók viszonylag könnyen állíthatóak, itt értem ez alatt ugye a mozdony címét, elindulási, megállási paramétereket, sebességparamétereket. Ami a Pico decoderénél már problémásabb, azok a különböző hangbeállítások és a funkció meppelés. Ezek nem érhetőek el sima mezei felhasználónak, a gyártó azt írja, hogy ezekhez a beállításokhoz vegyük meg az ő saját decoder programozó eszközét, ugyanis nagyon komplex, nagyon bonyolult beállításokkal vezérli, mind ugye a hangnak a különböző paramétereit, mind ugye a funkció meppelést. Összességében a hallottak alapján én azt mondom, hogy érezhetően sokkal közelebb áll szerintem a valósághoz a Digitools hanganyaga. Sokkal több kis apró részlet hallható benne, sokkal tisztább számomra az ő hanganyaguk. És az látszik, hogy az ilyen kis kiegészítő hangokra ők nagyobb hangsúlyt fektettek. Több energiát áldoztak valószínűleg bele ebbe a projektbe, mint a Pico, annak ellenére, hogy ugye egy nagyobb cég. A Pico hanganyaga se annyira vészesen rossz szerintem, de azért, hogyha kimegyünk a pálya mellé és meghallgatjuk, hogy hogy megy el egy Siri. Akkor azért szerintem egyértelmű lesz számunkra, hogy a kettő közül kinek sikerült jobban eltalálnia ezt a dolgot. Másik nagyon fontos kérdés itt az összehasonlításban az a dekóderek ára. A Digitools hangdekódere az egy hangvödörrel együtt picivel 30 000 forint fölött kapható, míg a Pico gyári hangos mozdonya az több mint 45 000 forinttal kerül többe, mint az analóg mozdony per pillanat. Itt azért érdemes szerintem elgondolkozni, hogy ez a plusz 15 000 forint, amit egy gyári hangos V43-asra tudunk még elkölteni, azon felül, hogy mondjuk veszünk egy analógot és belerakjuk a Digitools decoderét, hogy ez megéri-e. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok nektek!